Sok helyen csak a szelektív hulladékgyűjtő mellé van dobva a szemét, annyira telítettek a konténerek. A GHG Nonprofit Kft. Azonban napi rendszerességgel üríti a hulladékgyűjtőket. A műanyag, a fémdobozok, illetve a kartonos edényeket minden nap ürítik. Az üveggyűjtők, edények vannak hetente egyszer, illetve kétszer, attól függően, hogy milyen szigeten helyezkednek el. Ezeket az edényeket hetente egyszer vagy kétszer ürítik. Tehát emellett pedig a Győrszol ZRT-nek a csapata minden nap körbejárja ezeket a szigeteket, és a mellérakott, az oda nem való, és az egyáltalán esetleg a szél által széthordott hulladékot pedig összeszedik. A hulladékgyűjtő szigetek telítettsége gyakran múlik azon, hogy nem megfelelően helyezik el a hulladékot azok, akik használják. A kartondobozokat nem hajtják össze, nem tépik szét, a műanyag palackokat, azokat nem préselik össze, úgy, ahogy van, bedobálnak mindenfélét a hulladékgyűjtő szigetekre. A másik része a telítettségnek az okozza, hogy sajnos nem csak a lakosság használja ezeket a hulladékgyűjtő szigeteket, hanem a vállalkozások is. Ugye ezek a hulladékgyűjtő szigetek, ezek a lakossági használatra lettek kitalálva. A legfőbb probléma, hogy háztartási és vegyes hulladékot, lomot vagy akár törmelékeket is sokan helyeznek a konténerekbe. A tapasztalatok alapján egy ürítés után 30-40%-ban kerül elő olyan hulladék, melynek nem kellene szelektív hulladékgyűjtőbe kerülni.